Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója, lássuk röviden mai híreinket. Beruházás a sportcsarnokban. Az új LED fal az elmúlt 10 év fejlesztéseinek egyik csúcspontja. Megkezdődtek a talajmunkák. A csapadékos ősz után a vízmegőrző gazdálkodást erősítik. Hallgatói fórum Békés Csabán. A vizsgaidőszak tapasztalatai mellett a második fél évről is szó esett. Tavaszváró bált tartottak. Együtt ünnepelt a Göndöcs Benedek Katolikus Technikum közössége. 10 négyzetméter felületű, beltéri LED fallal bővült a Városi Tornacsarnok eszközparkja. Az új berendezés az elmúlt közel egy évtized fejlesztéseinek egyik csúcspontja. Ez a nap híre. Egy modern eredményjelzővel bővült a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok eszközparkja. A 10 négyzetméteres LED fal lehetőséget biztosít arra is, hogy akár reklámokat, különböző videókat is lejátszanak rajta. Kertes István, a Gyula Sport Kft. Ügyvezetője hangsúlyozta, hamarosan a Tornacsarnok lesz a helyszíne a Parasportnapnak, melyen többek között olyan kisfilmeket fognak vetíteni, melyekkel közelebb tudják hozni a megjelenteket a parasport világához. Ez a LED fal, ez egy beltéri üzemelésű LED fal, egy 10 négyzetméter felületű, és alkalmas videóanyagok eredménye, tehát mérkőzések eredménye, ez különböző csapatsportágak és illetve egyéni sportágoknak is a rendezvényeken való eredményeknek a megjelenítésére. Több mint 7 millió forintunkba került ez, egy TAU forrásból sikerült megvalósítani. A maga paraméterei szerint ugye azt írja le a műszaki leírása, hogy egy közel 20 éves élettartamú dologról beszélünk, hát nyilván ezt majd a használat meg egyéb dolgok eldöntik, hogy ez mennyire valós az a 20 év, de egy dolog mindenféleképpen fontos, hogy komolyan hozzájárul a rendezvényeink színvonalának az emeléséhez. Az ügyvezető kiemelte, az elmúlt közel egy évtized alatt számos fejlesztés történt a tornacsarnokban és a sporttelepen egyaránt. Mindig van olyan eszköz, amit egyrészt a kor követelményei miatt, másrészt pedig a használatból eredően, az amortizáció miatt fejleszteni kell. Nyilván nem mindenki emlékszik úgymond idézőjelbe arra az időszakra, hogy nézett ki a csarnok régebben. Ugye itt a nyilászárónak a cseréjét kezdve, itt a burkolat is, ami nálunk most állapot szerint, vagy a nézőtéren ugye fapados ülőkék voltak, már most műanyagszékes megoldás van, illetve a világítás, ugye ledes rendszerű hangosítás, a fények, ugye látványfényekkel szereltük fel, amelyek a rendezvényeken kitűnően teljesítettek idáig, akkor ugye sorolhatnám azt, hogy az elmúlt évben megcsináltuk a tetőt, tehát újra lett zsindelyezve, napelemeket szereltünk fel, mosdókat, vécéket, öltözőket újítottunk fel, a küzdőtérnek, a parkettának a cseréje, tehát majdnem azt mondom, hogy a falakon kívül mindent megújítottunk magában a csarnokban. Kertes István hangsúlyozta, több terve van a jövőre nézve. Többek között szeretné a cserepadokat lecserélni a kor követelményeinek megfelelően, hogy ne egy tornapadon üljenek a mérkőzéseken a játékosok. Emellett a fogadótér bővítése, komfortosabbá tétele is a megoldandó feladatok listáján szerepel. A tavaszi vetésűeknél indultak el a talajmunkák február elején. A csapadékos ősz után a vízmegőrző gazdálkodást erősítik a vármegyében. Nyilván most ez a nagy meleg, ez serkenti a kint telelő őszi vetésűeket is. Február 1-től elindult az őszi és a tavaszi vetések fejtrágyázása, vagyis ezzel segítik a már kikelt növények tápanyagellátását. Ebben az időszakban, amikor 10 fok körüli hőmérséklet van, érdemes vigyázni, hiszen ha a növény gyorsan felveszi a trágyát és egy száraz hideg következik, akkor az nagy mértékben megviselheti az őszi árpa és búzavetéseket. Kozsuk Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei elnöke kiemelte. A gazdák tudják, hogy február végén érdemesebb ezt a műveletet elkezdeni. Tavaszi vetésűek alá, nyilván esetleg még a tavaszi búza, tavaszi árpa vagy zab vetésénél indulnak el csak a talajmunkák, a konzervgyári borsókkal, vagy esetlegesen ugye a zöldségnövények vetésével, de ezek még mindig egy kicsit hátra vannak, esetlegesen talajokat tudunk nekik készíteni. A talajok minél hamarabbi lezárásával a csapadékos ősz után egy kicsit tudunk a
vízmegőrző gazdálkodásra gondolni. A lezárt talajból nehezebben párolog el a beérkezett csapadék, így a vetésre vagy a kelésre egy picivel több tud maradni a talajba. Az aszályos év után most már nagyon oda kell figyeljünk arra, hogy a vízmegőrző gazdálkodást tartsa mindenki szem előtt, és ezeknél nagyon fontos a talajok minél hamarabbi lezárása. Az elnök kiemelte, tavaly az őszi csapadékmennyiség elegendő volt, a tél viszont nem volt túl csapadékos, és a hó is nagyon hiányzott. Ez meglátszik néhány őszi vetésű táblán. Vannak olyan északbékési területek, ahol a víznyomás már jelentkezett, de ezeket el tudták vezetni árkokba és csatornákba. Közép- és délbékésben nem találkoztak belvizes területekkel. Mindez azt jelenti, hogy a 2022-es aszály után visszapótlódott a talajba a csapadék, de még mindig várnak. Kossuth Kornél kiemelte, ebben az időben a meccési munkálatok is elindulhatnak, viszont a permetezéssel még vigyázni kell, hiszen még várható fagy. A hatóanyagok a fagy hatására nagy mértékben károsodnak. Nyilván ugye mindennek megvan a magideje, és ezeket is, hogyha a gazdatársaink a gyümölcsösöket és a kertjeiket már el tudják kezdeni művelni, akkor nekik is egy kicsit könnyebb, hiszen több idő marad minden egyes műveletükre. Ebben az időszakban a meccési munkák is elindulhatnak. Szőlő nagyon kevés van Békésvár megyében, intenzív gyümölcsösökkel találkozhatunk, akár alma, medgy és szilva tekintetében is, és nyilván ezeknél az intenzív gyümölcsösöknél nagyon fontos az, hogy minden időben el legyen végezve. Kossuth Kornél kiemelte, a védekezés és az őszi csapadékosabb időjárás hatására nagy mértékben csökkent a mezei pockok száma a határban. Figyelni kell az elhanyagolt területekre, hogy onnan áttelelve ne menjenek be a táblákra, hiszen kárt még most is tudnak tenni. A szorgalmi időszak első napján hallgatói fórumra várták a GFE gazdasági karán tanuló első éveseket. Az eseményen a vizsgaidőszak tapasztalatairól, tanúságairól és a második fél év terveiről is szó esett. A fél év kezdés több szempontból is érdekes és kiemelt dátum az egyetemi karokon, így a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán is, fogalmazott Árpási Zoltán dékán. A tanév előző fél évének értékelése és a következő aktuális feladatainak összeállítása is ekkor történik, amiben a kampusz valamennyi munkatársa részt vesz. A dékán kiemelte, az is hangsúlyos ilyenkor, hogy a vizsgaidőszak eredményeiből kiindulva a tapasztalatokat összegezzék, és ha szükséges, levonják a tanulságokat is. Árpási Zoltán elmondta, a január 1-ben az ősszel beiratkozó hallgatók első vizsgaidőszakának végét is jelenti, amit érdemes volt évfolyam szinten átbeszélni. Sok szempontból más egy egyetem, az egyik mondjuk egy középiskolás számára talán legszembeötlőbb tulajdonos vagy különbség, hogy nincsenek heti, meg két heti vagy rendszeres számunkérések, hanem vannak az órák, vannak a anyagot leadjuk, és van mondjuk egy zárt hely dolgozat októberben, de hát ha valaki, akkor kezd el egy matematikából csak úgy észhez kapni, hogy talán meg is kéne nézni az anyagot, hanem ez egyszerű dolga. És aztán ez halmozottan mondjuk egy vizsgaidőszakra összejön, akkor hogy tegyük a vizsgákat, hogy ne ütközzön egy matematika vagy közgazdaságtan, mert egy időben azért ez nem mondhatnám, hogy megugorható egyszerre egy-egy ilyen vizsga, mindkettő egy komoly szakmai tárgy, és hát ebbe kellett egy kis iránymutatás. A tavalyi beiskolázási rekordokat hozó év egyben azt is eredményezte, hogy jelentősen megemelkedett a hallgatói létszám, emelte ki a dékán. A korábbi gyakorlatban fél év közben beszélték át a tanulási praktikákat az egyetemistákkal, erre most már kevésbé van lehetőség. Árpási Zoltán elmondta, a hatékonyabb tanulmányi teljesítmény és a közvetlen kommunikáció miatt vált szükségessé a hallgatói fórum szervezése. Olyan sok új elsősünk is van, hogy én azt gondolom, hogy ezt majd mondhatnám egy rendszeres hagyomány, ként be is iktatjuk, meg be is vezetjük, hogy a fél év elején tartunk egy ilyen beszélgetést, ahol én elmondom, hogy én mit gondolok ezekről a dolgokról, illetve nyilván elmondom a hallgatóknak azt, amit már tudunk, hogy milyen rendezvényeink lesznek a fél év során, mi az, amin számítok a részvételükre, melyek azok az országos tanulmányi versenyek, ahova hallgatói csoportokat, csapatokat toborzunk. A Békés Csabai Gazdasági Kar két nagyszabású szakmai rendezvényre készült
tavasszal, mellette folyamatosan szervezik a hallgatói, vendégelőadói programokat és más eseményeket. Tavaszváró bált tartott a Göndöcs Benedek Katolikus Technikum. Az esemény jó alkalmat teremtett arra, hogy a résztvevők kikapcsolódjanak és kapcsolatokat építsenek. A hagyományokhoz híven közös bányítókeringővel kezdődött a Göndöcs Benedek Katolikus Technikum tavaszváró bálja. Régen is úgy tartották, hogy a nagybőjt előtti farsangi időszakban még lehet mulatni, majd felkészülni a húsvéti ünnepkörre. A szombat esti eseményen több mint 90-en vettek részt. Körülbelül 2 héttel ezelőtt kezdtük el szervezni ezt az egész bálat, igazgató Réka. Legfőképp igazából arra figyeltünk, hogy mindenki megtalálja magának megfelelőbb helyet az estén, illetve aki étel intoleranciával küzd, annak mindenkinek meg legyen, adott legyen az a megfelelő étel. A tavaszváró bál nem titkolt célja évről évre a közösségépítés. Fekete Szabolcs kiemelte, sokat dolgoznak a mindennapokban, most a felvételi eljárás végéhez közeledtek, így ez a rendezvény jó alkalom volt a dolgozók körében a kötetlen szórakozásra. Nagyrészt munkatársaink, családtagjaik, óraadóink és különböző vendégek kaptak meghívást a bárra. Minden évben nagyon jól sikerül, jó hangulat van, kapcsolatépítés is történik egy ilyen bálon, hiszen olyan óraadóink jönnek el, akik amúgy nem találkoznak egymással, de ilyenkor egy közösséget alkotva tudunk együtt szórakozni. Az est folyamán többek között bűvés show, zenés műsor és tombola húzás várta a bálozókat. Éremesülvel tért haza a Békés megyei kulinári tím a napokban megrendezett stuttgarti szakács és cukrász olimpiáról. Rövid hírek következnek. 16 év munkájának gyümölcse ért be azokkal az érmekkel, amelyeket a napokban szereztek a Békés vármegyei kulinári tím mester szakácsai, fogalmazott Ambrus György, a csapatvezetője. A stuttgarti szakács és cukrász olimpián Szegler Zsolt és Szokai Imre által elért dobogós helyezésekkel a mesterszakácsok feltették névjegyüket a világ gasztro térképére. Ambrus György elmondta, a sikerek egyéniben születtek, csapatmunkával, nagyon sok segítséggel és támogatással. A világversenyen, de más megmérettetéseken is nagyon fontos nem csak az elkészített ételek, hanem a versenyzők megjelenése is, mondta Ambrus György. Erre az évtizedek alatt különösen figyeltek, mint ahogy arra is, hogy zömében hazai alapanyagokat használjanak fel a versenymunkákhoz. A csapatmenedzsere elmondta, gyulai, Békés vármegyei és erdélyi termékeket is vittek magukkal, de volt, amit helyben szereztek be. Az is lényeges, és tapasztalatszerzésnek is kiváló, hogy más nemzetek ízvilágát is megismerhetik egy-egy ilyen alkalmon. Ambrus György kiemelte, a legnagyobb eredmény mégis az, amit a csapattársak közösen elértek. Egy-egy versenyre való felkészülés hónapokat vesz igénybe, és nem csak az ételek kigondolása, tervezése és elkészítése tekintetében, mondta Bondár László. A csapatban különleges és fontos szerepet betöltő szakember elmondta, már az ősszel megindult a februári verseny szervezése. A Békés vármegyei kulinári tím hazatérte után egy nappal már elkezdte a jövő évi versenyre való felkészülést, hiszen hitvallásuk szerint pihenésre nincs idő. 2018 áprilisában készültek ezek a felvételek Gyula paradicsomi város részén. Liska András régész itt jelentette be, hogy a területen gepidákhoz köthető lelet együttesre egy település nyomaira bukkantak. Csütörtök délután a germán eredetű, a Kárpát-medencében még az avarok előtt megtelepedő népcsoport újra a figyelem középpontjába került. A garázssor bővítése kapcsán az Erkel Ferenc Múzeum végzett ásatásokat és egy gepida lakóház nyomait találták meg. Mindez persze a szakemberek számára nem okozott igazán nagy meglepetést, hiszen már korábban sejtették, hogy van még leletanyag a földben. A paradicsomi városrész szélén nagyjából 1500 négyzetméter terveznek beépíteni, a próbaszelvényeket a tervezett épület tengelyében ásták ki. A régészek egy lakóház teljes területét tárták fel, és megtalálták a gepida korszakra jellemző edénytöredékeket is. Liska András úgy vélekedett, itt egy kisebb szállásszerű település lehetett, egy-egy ház néhány telet bírt ki,
azután ezeket az egyszerű épületeket sorsukra hagyták, és újakat alakítottak ki, jellemzően nem messze az előzőtől. Egy-egy településen a házak közötti távolság akár az 50 métert is elérhette. Paradicsomban egy meghatározó korszak emlékeit sikerült feltárni, ezzel tovább bővült a mai Gyula területén egykor létező települések sora. A február közepét megelőző időszak minden felsőoktatási intézmény számára hatványozottan fontos, hiszen ezekben a hetekben zajlik a hallgatói toborzás hajrája, fogalmazott Árpási Zoltán dékán. A Békés Csabai kar sem kivétel ez alól, itt is megpróbálják a lehető legtöbb csatornán elérni a fiatalokat, és minél szélesebb körben népszerűsíteni a képzéseiket. A dékán hangsúlyozta, Békés Csaba legnagyobb bevásárló központja forgalmas, sokakat vonzó helyszín, többek között ezért is használják évről évre a hirdetési felületeiket a népszerűsítési kampányukhoz. Az elérés hatékonyságát a már felvett hallgatókon keresztül tudják mérni. Beérett az a sok éves munka, amelyet az évek alatt az egyetem a hallgatói létszám növelésébe fektetett, emelte ki Árpási Zoltán, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy eljött a pihenés ideje. A dékán elmondta, a jövőre vonatkozóan határozott célkitűzéseik vannak, erről már a nemrégiben rendezett budapesti edukáció kiállításon is beszámoltak. A GFE gazdasági karán elért eddigi eredmények azt erősítik tovább, hogy a vármegyei beiskolázás fontos terület, de országos kitekintésben is gondolkoznak a Békés Csabai oktatási szakemberek. A gyulai kiállítóhelyek életében jelenleg a legfontosabb esemény a február 10-én induló Szerelmesek hete elnevezésű rendezvénysorozat. Az előző években közösen jelent meg a vár és a kastély, de idén külön-külön kínálnak különböző programokat. Fábián Tamás kommunikációs vezető kiemelte, olyan sok programelemmel jelentkezik mindkét kiállítóhely, hogy logikusabbnak tűnt külön felületen megjelenni. Emellett a február 14-i esemény a Munkácsi kiállításhoz kapcsolódik, amely egy harmadik megjelenési formát kapott, hiszen szerették volna a tárlat önállóságát is megtartani. A vár eseményei elsősorban a két hétvégére, a február 10-11-ére, valamint 17-ére és 18-ára koncentrálódnak. A gyertyafényes tárlatvezetéssel ugyan minden szombaton találkozhatnak az érdeklődők, de most a középkori szerelemről, házasságkötésről és az erotikáról is szó lesz. Árgyelán János kovácsmester még az üllőt is átengedi a vendégeknek. Az ő szakmai felügyelete mellett lehet majd kipróbálni a mesterséget, egy szívet kovácsolhatnak az érdeklődők. A Kerecsényi László Íjász Egyesület pedig középkori erőpróbálkozik. Próbával jelenik meg a rendezvény sorozaton. Munkácsi a Love Story címmel az Almási kastélyban Munkácsi Mihály és felesége kapcsolatát elemzi, Gyarmati Gabriella művészet történész. Az Almási kastélyban sem marad el az egyik legnépszerűbb programelem, a gyertyafényes tárlatvezetés. Ezúttal a főúri ismerkedésről, udvarlásról, házasságkötésről és az esküvő utáni házas életről lesz szó. 80 éves lett Kovács Lajos színművész. Lapszemle következik. A 80 éves Kovács Lajost köszöntötték. A színművészt otthonában köszöntötte fel a város vezetése, derült ki Görgényi Ernő közösségi oldalán. A polgármester azt írta, Kovács Lajos városunk legismertebb színművésze, aki rengeteg színdarabban és filmben játszott. Teremtésvédelem egy 200 éves kertben. Teremtésvédelmi tanösvényt alakítottak ki Monostoru kertjében a Bakony Béli bencések, írta a Magyar Kurír. Az érdeklődők rácsodálkozhatnak mindarra, amit látnak, ami jelen van, és a teremtett világ csodáin keresztül a teremtőre. Farsang Németvároson. A városrész idősek klubjában is ünnepeltek a klubtagok, írta a Kistérségi Szociális Intézmény. A program résztvevőit a néptáncosok műsora is szórakoztatta. Megjelent a kék alga. Zöldes-barnás, zselészerű telepek alakultak ki a nedves gyepeken, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. Megfigyelések alapján a kék alga a lúgos kémhatású talajokon gyakoribb, ilyen körülmények között találja meg az optimális élőhelyeket.
Fokozatos lehűlésre számíthatunk a következő napokban. Csütörtök hajnalban újra negatív értéket mutathat a hőmérő. Kedden sok felhő, szorványos csapadék és napsütés vár ránk, élénk széllel. Éjszaka 6 fokot, a kora délutáni órákban 12 fokot mérhetünk. Szerdán az erős szél mellett a napsütés lesz a meghatározó, a hőmérséklet pedig 1 és 9 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Beruházás a sportcsarnokban. Az új LED fal az elmúlt 10 év fejlesztéseinek egyik csúcspontja. Megkezdődtek a talajmunkák. A csapadékos ősz után a vízmegőrző gazdálkodást erősítik. Hallgatói fórum Békés Csabán. A vizsgaidőszak tapasztalatai mellett a második fél évről is szó esett. Tavaszváró bált tartottak. Együtt ünnepelt a Göndöcs Benedek Katolikus Technikum közössége. Ez volt a Gyula TV híradója. Kövessenek minket közösségi felületeinken és a gyulatelevizio.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk!